Kék fonalból horgolt és kötött szövet borítja a Széchenyi tér padjait, fáit és szobrait. A kis kockákból álló fedőanyagot több száz önkéntes készítette. Már ötödik alkalommal szervezte meg Árnics Katalin gyógypedagógus és csapata az autizmus világnapján a győri figyelemfelkeltő akciót. Nagyon boldog vagyok, mert hogy évről évre több programot tudunk szervezni az autizmussal élő gyermekek érdekében. Nagyon boldog vagyok, hogy a kollégáim egyre inkább jelen vannak, részt vesznek ebben a szervező munkába. Nagyon sok áldozatos munkát végző szülő van velünk, de lehetnének még többen is. Tehát jó lenne, hogyha a szülők vennék a bátorságot, és akkor, amikor az ő gyermekükről van szó, az autizmussal élő gyermekükről van szó, akkor egy picit mernének jobban megmutatkozni. Az idei rendezvénysorozat egyik meghatározó programja egy fotókiállítás volt. A képek egy 8,5 éves kisfiú hétköznapjait mutatja be. A fotókat édesanyja készítette. Ezek a képek elsősorban telefonnal születnek, mert ez van nálam mindig, és abszolút ellesett pillanatokról van szó. Igazából kedvelésből kezdtem el csinálni, mert szeretek fotózni, de a visszajelzések alapján azt láttam, hogy nagyon sok embernek ez egy kulcsuk. Egy olyan világra, amivel egyébként nem nagyon találkoznak, mert az autista gyereket nevelő családok sokszor elzárkóznak. Nem merik ezt valóban nyilvánosan felvállalni, vagy megjelenni a furcsán viselkedő gyerekükkel nyilvános helyeken, de én úgy döntöttem, hogy ezen túllépek, és abszolút nem okoz ma már gondot az, hogy ezt felvállaljam, sőt azt látom, hogy sok hasonló helyzetben lévő családnak ez bátorítás. Ábel a kiállításon is ott volt. A kamera és a mikrofon pedig felkeltette az érdeklődését. A Vaskakas Művészeti Központ szintén a világnap mellé állt, bár Kocsis Rozi szerint nagyon fontos, hogy ne csak egy napig figyeljünk azokra a dolgokra, amelyek első pillanatban eltérnek a megszokottól. Azt gondolom, hogy az elfogadáshoz, ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz, hogy ezt tudjuk kezelni a hétköznapokban, és hogy ne félelemmel és ne idegenkedéssel tartsuk távol magunktól ezt a dolgot, az ilyen akciók kellenek. Tehát, hogy megismerjünk dolgot, mert ahogy a kiáltás megnyitóban is elmondtam, hogy amit nem ismerünk, attól tartunk, attól félünk. Minél közelebb jutunk a probléma megértéséhez, annál nyitottabban és annál toleránsabban tudunk reagálni, ami ebben a mostani felszínes világban nagyon jót tesz. Becslések szerint Magyarországon minden 150. gyermek autista, bár gyógypedagógiai terápiákkal, odafigyeléssel és gondoskodással az autista emberek is minőségi életet élhetnek.